Strandra hívogatóan szikrázik a nap az örökösföldi edzőpálya fölött, a Spari labdarúgói azonban nem fürdőnadrágban, hanem futballfelszerelésben érkeztek a szerda délelőtti tréningre. A nyíregyházi együttes ugyanis hétfőn elkezdte 6 hetes felkészülését. A szakmai stáb változatlan, továbbra is Feszkó Tamás a vezetőedző, akinek munkáját Balogh Zoltán, Márton István és Pintér László kapusedző segíti. A héten még közel 30-an vesztek részt az edzéseken, mivel több próbajátékos is lehetőséget kapott arra, hogy meggyőzze a szakmai stábot nélkülözhetetlenségéről. Vannak már biztos érkezők is. Adamcsek Máté Pécsről, Szerető Krisztofer Soroksárról, Pantovics Nikola pedig Békés Csabáról tette át székhelyét Nyíregyházára. A vezetőedző reményei szerint még bővül a névsor. Van 2-3 poszt, ahova mindenféleképpen szeretnénk igazolni, főleg azért, mert Debrecen Zalán olyan teljesítmény jutott ebbe a fél évben, hogy NB1-be a Paks játékosa lett, tehát úgy kalkuláltunk, hogy még tud maradni, úgyhogy ez egy új helyzet, hogy még egy posztot meg kell, hogy erősítsünk, de a célunk az, hogy olyan stabil csapatot alakítsunk ki, akit a vezetőség célkitűzésének meg tud felelni. A hivatalos célkitűzés pedig az első 5 hely valamelyikének megszerzése. Ezért sokat telt a ferencvárosi nevelésű, a legutóbbi 2 szezonban Pécsen házi gólkirályi címet szerző Adamcsek Máté is, aki a szerda délelőtti egymás közötti játékban csapata első gólját szerezte. Azért fogadtam el a Nyíregyházának az ajánlatát, mert egy nagyon patinás együttes, komoly célokat tűztünk ki magunk elé, azt gondolom, hogy közösen. Szeretném gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot. A hét elején az is eldőlt, hogy a hazai meccseit Csényűn játssza majd a Spari. Kivételt a fokozott biztonsági igényű mérkőzések jelentenek, ami gyakorlatilag a Diózsör elleni találkozóra korlátozódik. Így azért a meccsért Balmazújvárosba kell majd utazniuk a szurkolóknak. Nagyon örülünk, hogy azért a megyén belül tudunk játszani, és ugye 15 kilométer a két pár, a stadion és a Csényűi pálya közti különbség, tehát nagyon bízom benne, hogy sokkal többen fognak kilátogatni, és az pontokba kell, hogy megmutatkozzon, mert már ugye hazai pályán játszottunk Balmazújvárosba, de nem volt hazai légkör, úgyhogy ez nagyon-nagyon hiányzott, nagyon-nagyon hiányoztak a szurkolók. Én is és a játékosok is bízunk benne, hogy a Csényűn teljesen más lesz, és a Csényűi katlan olyan lesz, mint a Csényűnek a hazai pálya, valamint amikor még NB2-ben játszott a Csényű, hogy annyian voltak, hogy alig fértek be, de ezt tudjuk jól, hogy olyan eredményeket kell produkáljunk, amivel vissza tudjuk csalogatni a szurkolókat a pályára. A Nyíregyháza Spartacus először július 2-án a tervek szerint Csényűn a Putnok ellen lép pályára, majd 6-ától 17-ig Szlovéniában edzőtáborozik a csapat. A bajnokság július 31-én rajtol az NB2-ben.